Rómaiakhoz írt levél első fejezetének 8. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok, egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe. Amint meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor egy nehéz témáról van szó, akkor nagyon szeretjük azt, hogy valaki foglalja már össze nekünk a lényeget. Ha lehet néhány mondatban, ha lehet egy képben, ami még sokkal egyszerűbb, ha lehet néhány szóban. És igazából ez az, amit Pál apostol tesz itt nekünk a római levél elején. A többi az igazából csak magyarázat. Ugye utána még ír 15,5 fejezetet, amikor nem csinál mást Pál apostol, csak magyarázza ezt az egy rövid mondatot. Az igaz ember hitből él. Ez nem csak az evangéliumnak az összefoglalása, hanem igazából ez a Bibliának az összefoglalása. A többi magyarázat. Az az érdekes, hogy nem csak Pál apostol írta ezt. Valamivel később, lehet, hogy egy 100 évvel később, a zsidó rabbik is próbálták összefoglalni a törvénynek a lényegét. Hát ez már régebbi probléma volt nekik, mert több mint 600 parancsolatot találtak az Ószövetségben, de úgy, hogy nem minden parancsolat mindenkire vonatkozott. Ja, volt, ami a nőre vonatkozott, volt, ami a férfire vonatkozott, volt, ami a papra vonatkozott, vagy a főpapra vonatkozott. Hát, hogy lehet 600 valahány parancsolatot tanítani a népnek úgy, hogy közben még arra is figyeljenek, hogy mi kire érvényes. És ha emlékszünk, az egyik írás tudós még fel is tette a kérdést az Úr Jézusnak. Hogyha az Úr Jézusnak kellene összefoglalni a törvényt, akkor ő ezt hogy mondaná? Mi az az egy dolog, amit kiemelne? A zsidó a rabik hagyományában van egy tanítás, ahol ők is arra jutnak, hogyha csak az Ószövetséget nézzük, és ha egy mondatban kellene elmondani a lényeget, akkor ez a mondat lenne. Habakkuk 2:4. Az igaz ember hitéből él. Héberül 3 szó. Van, aki figyelt, hogy mit mondtam? Biztos. Nem annyira. Habakuk mit ír? Az igaz ember hitéből él. Birtokos szerkezet. Most mi van itt? Pál apostol, mint tanult rabbi, nem tud idézni. Vagy sajtóhiba van a Bibliánkban, hogy kifelejtették nekünk ezt az egy darab betűt, hogy hitéből, nem?
Nem, nem. Sokkal érdekesebb, ami itt történik. Mert a rabbik nem tudták eldönteni, hogy Isten mit mondott Habakuknak. Most azt mondta, hogy az igaz ember hitéből él, vagy pedig azt mondta Isten Habakuknak, az igaz ember hitemből él. Azt azért nem tudták eldönteni szegények, mert a különbség az az, hogy egy betűben érintkezik-e két vonal, vagy sem. De ugye lehettek volna egy kicsit okosabbak, hogy más ABC-t találjanak ki, ahol nem lesznek ilyen problémák, hogy most érintkezik két vonal, vagy nem érintkezik két vonal. De ha megnézzük az Ószövetség görög fordítását, hát ha tudna valaki görögül, akkor pont azt a másikat találja. És ugye a keresztények általában azt a fordítást szokták olvasni. Ugye a pogányból megtért keresztények nem tudták héberül, hát lassan már a zsidók se tudták Pál apostol korában. De volt egy görög fordítás, ott meg úgy szólt az ige, az igaz ember hitemből él. Így szól az Úr. Ezért hoztam ide ezt az egy mondatot. A Szentlélek rendkívüli bölcsességet adott Pál apostolnak. Pál apostol mit csinál? Idézi Habakukot. Idézi azt az igét, amit Isten mondott Habakuknak, és kihagyja a problémát. Az igaz ember hitből él. Ez tiszta igazság. Aztán úgy vezeti be, hogy azt írja a keresztényeknek, hogy figyeljetek ide. Lehet, hogy Rómában egy-két ember tudott erről a problémáról. Lehet, hogy mi most halljuk először. De Pál apostol azt mondja, figyeljetek ide. Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Lehet, hogy az sem volt véletlen, hogy az egyik tekercsen az a két vonal abban az egy betűben érintkezett, a másikban meg nem. Hát Isten foglalkozik ilyen pici dolgokkal, hogy van egy betű? Hát de igenis. Sőt, amikor Isten igényéről van szó, minden betű fontos. Most hallottátok, hogy Pál apostol hogy vezette be ezt az igét, amit idézett? Mert az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe. Ahogy írva van, az igaz ember hitből él. Na, Isten is hisz valamit? Hogy van ez? Ugye mi egy kicsit furcsán használjuk azt a szót, hogy hit. Akkor egymásnak mondjuk, hogy hát azt hiszem, ma esni fog. Hogy azt hiszem, előkészítettem az ebédet. Hogy valamit csak gondolok, igaz, nem igaz, lehet, hogy igaz, inkább igaz, de hogy van pontosan. És amikor a hitről beszélünk, hányszor halljuk azt, hogy valaki azt mondja nekünk, hát annyi ember annyi félét hisz. Miért tudom neked lenni igazat? És a válaszom az mindig az, mert én más hitről beszélek. Mindenki másra gondol valamit. Elhisz valamit. De amikor a Biblia a hitről beszél, ez nem az. Amikor a Biblia a hitről beszél, akkor az soha nem az, hogy én magamtól gondoltam valamit. Vagy valaki mondott nekem valamit, és én csak úgy elhittem, mert nem volt jobb dolgom. A Bibliában a hit, az ember hite, az mindig a következő. Isten szól hozzám, én fölfogom, hogy Isten szava szól, és nem tudok más tenni, csak azt, hogy azt mondom, Uram, neked igazad van.
megteszem, amit mondasz. Ez a hit alapjelentése. Amikor azt mondjuk, hogy ámen az imádság végén, akkor olyan szót használunk, ami ugyanonnan származik, mint a héber hit szó. És amikor ámennel lezárjuk az imádságot, majd a KT végén el fog hangzani, ahogy gondolom, hogy a tavaly is elhangzott egyszer már, amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor mit mondunk? Hát talán Isten meghallgatja. Talán eljutott ő hozzá. Nem! Amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor azt mondjuk, hogy biztos, hogy Isten ezt meghallotta. Biztos, hogy Isten erre reagálni fog. Csak nyitva legyen a szemem. Nyitva legyen a fülem, hogy hogyan válaszol Isten. Még a Nagyvárad téren ott találkoztunk először Csénagy János tiszteletes úrral. Ott beszéltünk róla a felnőtt konfirmandusokkal, hogy az imádság első fele az ámen előtt van. Az imádság második fele az ámen után van. Az az a rész, amikor figyelek, hogy én mondtam valamit Istennek. Most ő erre mit fog mondani? Mit fog reagálni? Megadja, amit kértem? Vagy nem adja meg? Az is egy válasz. Kapok egy igét, hogy talán mást kéne kérni? Vagy meg lesz le később? Én előre nem tudhatom. És az egyik felnőtt konfirmantus egy vagy két héttel később azt mondta, hogy amióta ő ezt tudja, rájön arra, hogy Isten sokkal sűrűbben válaszol az imádságra, mint ahogy ő ezt eddig gondolta. A hit az az, hogy hallgatok Istenre teljes szívemből. Megvan? H-I-T. Hallgatok Istenre teljes szívemből. Ebben benne van minden. Az alap, hogy ő szól. Ha nem Isten szól, nem lesz ebből hit. Nem csak hallom, hanem hallgatok rá. És nem egy kicsit, amikor ráérek, amikor már nincs jobb dolgom, majd amikor öreg leszek, ugye, ismerjük ezeket a dolgot, hanem teljes szívemből. Amikor a Biblia hitről beszél, akkor ez ez. Ezt más szóval úgy szoktuk hívni, hogy hűség. De ugye magyarul is ez eredetileg egy és ugyanaz a szó volt. A hit és a hűség. Még mindig, ugye, amikor Isten áldását kér egy házaspár, és itt esküdöznek egymásnak, igazi esküt tesznek, akkor mit mond az egyik a másiknak? Hogy én őt hitetlenül el nem hagyom. Ami nem azt jelenti, hogy nem fogom elhagyni, mert a hitetlen azt teszi, az egyáltalán nem biztos. Hanem azt jelenti, hogy hűtlenségből nem fogom őt elhagyni. Magyarul ez ugyanaz a szó eredetileg. Az ember hite az az, hogy hűséges vagyok Istenhez. Teljes szívemből. Egyetértek mindazzal, amit mond. Egyetértek mindazzal, amit tesz. Csodálom! És hálás a szívem, hogy ismerhetem, és hogy befogadott engem gyermekének. Akkor Istennek van hite. Másképp mondom, Isten is hűséges-e? Hát hogy ne? Isten is hűséges. Isten hűséges önmagához. Hát ha egy ember hűséges önmagához, de nem az Istenhez, az baj.
De mivel Isten a legnagyobb jó, mivel Istennél nincs nagyobb, mivel Istennél nincs teljesebb szeretet és igazság, kihez lenne, kihez lehetne egyáltalán hűséges az Isten? Önmagához. Ha ő egyszer teljes szeretet, akkor minden szava és minden cselekedete is abból fakad. Ha ő egyszer teljesen szent, akkor minden szava és minden cselekedete is onnan ered. Ha ő teljes igazság, akkor minden szava és minden cselekedete is abból fakad. Ha Isten egyszer azt akarja, hogy legyen egy népe a földön, akkor lesz. Volt, van, lesz. Az egész Biblia arról szól. Ezért hozza ide Pál apostol. Az egész Biblia arról szól, hogy mennyire nem hűséges az ember az Istenéhez. És annak ellenére, milyen hűséges az Isten az eredeti elképzeléséhez. Mondhatta volna, miután Ádám és Éva evett a fáról, az Isten fájáról, hogy hát azok se érdemlik meg, hogy foglalkozzak velük. Adok neki egy kertet, minden rendben van, az ennivaló ott van egy karnyújtásnyira, csak annyit mondtam nekik, hogy ha valamiban döntést kellene hozni, és nem tudjátok eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen, akkor egy dolog nem szabad. Ezt egyedül, Istentől függetlenül eldönteni. Ugye ez a egy darab fa ott, az Éden kertjében, nem volt kísértés. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten oda direkt egy kísértést teremtett. A kígyó csinál belőle kísértést. Ez az egy darab fa látható jele volt annak, hogy az ember milyen helyzetben van. Most mostanában úgy hívjuk, hogy sákramentum. Szentség. Az az egy dolog, ez az egy fa ott a kert középén, az egy sákramentum volt. Olyan dolog, mint most az úrvacsora. Ha látom, és valaki magyarázza nekem, felfogom, hogy milyen helyzetben vagyok. Ugye? Hallottál már azt az érdekességet, hogy hát ha nem lett volna kísértése az Éden kertjébe, akkor honnan lehet tudni, hogy az embernek van-e szabad akarata? Akkor ki beszél? A kígyó beszél. A kígyó csinált kísértést a sákramentumból, mind a mai napig csinálja, csak mondom előre. Mind a mai napig próbálja elferdíteni a keresztségről és az úrvacsaráról szóló tanítást, hogy félreértsük. Mind a mai napig ő csinálja a kísértést. Isten csak egyszerűen világossá tette a helyzetet. Ember. Megáldottalak. Munkát adtam neked. Kész a teremtés, minden megvan, de még vannak benne ki nem aknázott lehetőségek. Gyere, a többit csináljuk együtt. De egy dolgot mondok. Igaz, hogy az egész teremtett világot most rátestálok, de azért az enyém. És itt a látható jel. És amikor elmész mellette, mert éppen banára fája fogad, akkor tudod, hogy tényleg, a legközelebb nem tudom eldönteni, hogy mit nézek a tévébe, kérdezem az Istent. Ő majd fogja elmondani, mi a helyes, és mi a helytelen. Ezért olyan borzasztó, amikor az ember oda nyúl a fához. És még azt is akarja magának. Ha Isten nem lett volna hűséges, mondhatta volna, ember,
mindent megadtam neked. Föltehette volna magának a kérdést. Kell ez nekem? Csináljok újat. Majd rendesebbet. És mit csinál az Isten? Azt mondja a kígyónak, te figyelj ide, egy asszony majd szülni fog, fiú lesz, és az majd laposra taposja a fejedet. És ott hangzik el, ugye először, evangélium. Isten nem az embernek mondta, az ember csak hallotta. Isten a kígyónak mondta, rossz hír a kígyónak, az az evangélium. Rossz hír a kígyónak, az lesz a jó hír az embernek. Isten kinyilatkoztatta az ő igazságát. Honnan indult ez ki? Isten fantáziájából? Nem. Isten hűségéből. Mi volt a célja? Hogy az ember higgyen az Istenben, és ezért elhiggye, amit Isten mond. Az ember ragaszkodjon az ő Istenéhez. Hitből, hitbe. Mert az igaz ember hitből él. Aztán az az Isten, akit arcul csapott az ember, vállalt még egy áldozatot. A megbántotthoz még egy áldozatot, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és az ő népe között. Neki kétszer fájt, hogy nekünk a végén ne fájjon az ítélet, a végső szó. Nagyon unalmas a Biblia. Mindig ugyanarról szól. Csak egyre többet tudunk meg. Mi most már el is tudjuk mondani. Rá tudunk mutatni, hogy miből derül ki, hogy Isten hűséges önmagához. Miből derül ki, hogy Isten nem hazudik. Miből derül ki, hogy Isten szeret akár még engem is. Miből derül ki, hogy ez az élet nem az igazi. Miből derül ki, hogy Isten erősebb a halálnál is? Miből derül ki? Az Úr Jézus teljes történetéből. Abból derül ki. És Pál apostol mondja, én nem szégyellem ezt az evangéliumot. És majd később el fogja magyarázni a 10. fejezetben. Nincs más eszközünk. Ha embereket akarunk menteni a bűn mocsarából, egy darab eszközünk van. Az egyetlen dolog, ami igazán működik, amikor Isten szól, szervezhetünk koncerteket, kitervelhetünk vonzó programokat, aranyba festhetjük a templomot, attól nem fog megmenekülni egy ember sem. Hogyha ezek a dolgok nem azt a célt szolgálják, hogy egy Isten által elhívott ember a Bibliához ragaszkodva bemutatja és elmagyarázza az Isten hűségét,
Csak így juthat hitre egy ember. Mert az ember arra van teremtve, hogy rezonáljon az Isten szavára. Amikor Isten mond valamit, akkor hallom, fölfogom, és azt mondom, igazad van, csináljuk. Ja, csinálhatok én? Köszönöm szépen. Jó, akkor megyek is, csinálom, de segíts, mert egyedül nem tudom. Erre vagyunk teremtve. Ha tovább olvasjuk a római levél első fejezetét, akkor Pál apostol nagyon szépen leírja, hogy mivé lettünk. Hogy gyárilag olyanok vagyunk, hogy szól az Isten igéje, és mivel rezonálunk, azzal a válaszol, hogy minden szívesen, csak azt ne. Ez a bűnös természetünk, hogy gyárilag az van benne, hogyha szembesülünk Isten igéjével, hogy de csak azt ne. Mindent szívesen. Fölrobbantom magamat, hogy a hitetlenek a pokolba jussanak, én meg a mennybe, azt szívesen. De azt elhinni, hogy Isten, ő maga ment a pokolra, hogy azok, akik még hitetlenek, majd valamikor a mennybe jussanak, hát azt ne! Értitek, hogy milyen érthetetlen az az egész? Nincs más eszközünk. Nekünk egy dolgunk van. Biztosítani azt, hogy minél több felnőtt, minél több gyerek olyan helyzetbe juthasson, ahol egy Istentől elhívott ember által hallja az Isten igéjét, az Isten hűségéről. És ha Isten lelke úgy akarja, akkor Isten egy kicsit át fogja programozni azt a szívet. És kapásból nem nemet fog rá mondani, hanem szívből igent fog rá mondani. Ezért vagyunk. Ezért van Isten tisztelet. Ezért van Biblióra. Ezért van óda. Református. Ezért az se lenne baj, hogyha még református általános is lenne, meg gimi, meg szakközép, és hát hamar annyit tudtunk, akkor legyen még főiskola is, és misszionárius képzés. Hát, ha egyet tudunk csinálni, tudunk kettőt is. Ugye, minden szülő tudja, hogy egy gyerek az nehéz, kettő az már nem annyira, a harmadiktól egyre egyszerűbb lesz. Gyülekezetünk van, működik. Óvodánk van, működik. De vannak itt még hitetlenek a közelben. Nem ártana, ha egy-két hitetlen még szembesülne Isten hűségével, akkor mit tehetünk még? Kérdezzük meg az Urat. Kérdezzük meg. Utána nyissuk meg a fülünket. Vajon mit mond? Ne zárkózzunk el. Ne gondoljuk azt, hogy mi előre tudjuk, mi a helyes és mi a helytelen. Ez csak a kígyó sugallata. Ha Isten mondja, hogy ezt, akkor csináljuk. Nem lesz könnyű. Fájni fog. Áldozatokat kell hozni. Le kell mondani dolgokról. Kényelmes dolgokról talán. Olyan dolgokról, amelyeknek máshol is jó helyük lenne talán. Kérdezzük meg az Urat. Mi ne hozzunk áldozatot? Azért, aki a legnagyobb áldozatot hozta, értünk. Hálából se tudunk áldozatot hozni azért, aki a hitetlenekért halt meg. Az evangéliumban Isten az ő igazságát
nyilvánította ki. Az evangélium hirdetésben és minden alkalommal, akkor valaki a Bibliát magyarázza, a Bibliához hűségesen, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Az ő hűségéből indulva, azzal a céllal, hogy aki hallja, hitre jusson, vagy megerősödjön a hitben. Mert az igaz ember hitből él. Amen.